Az egykori szabadkai téglagyár környékén, amely a befogadó központ közvetlen közelében található, néhány évvel ezelőtt még több száz migráns bujkált, aztán sok éven keresztül nem volt itt egy sem, most ismét úgy tűnik, hogy itt vertek sátrat, méghozzá tömegesen. A szabadkai rendőrség viszont most a nyomukra bukkant, és szombat reggel begyűjtötte őket. A rendőrök nem hivatalosan kamerán kívül elmondták, hogy több migráns megpróbált ellenszegülni a rendőri intézkedésnek, azonban a rendőrök hatékony munkájának köszönhetően mindannyiukat begyűjtötték, és három autóbusznyi migráns szállítottak el távolabbi szerbiai befogadóközpontokba. Szemmel láthatóan jóval kevesebb a migráns a szabadkai befogadóközpontban is. Ott jártunk, akkor éppen nagy takarítás folyt, a személygyűjtő konténerekben feltűnően sok volt a bőrönd, a ruha és az ágynemű. Az ott maradt illegális bevándorlók szerint az afgánokat vitték el a rendőrök más központokba, mert az utóbbi időben egyre agresszívabbakká váltak. Okay, it's normal because someone here make a problem or not clean man's or bed. Because you know somebody or someone he don't respect allow here. If you respect yourself, everyone respect you. And he make something because this police come here. A rendőrségi akció vélhetően annak a következménye, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik a magyar határkerítésre. Az illegális bevándorlók naponta több százan rohamozzák meg a magyar határt a Szabadka környéki erdősávban. Sam videla jutros due gruppe ove Marice. Po desetak je u jednoj grupi bilo i tako i drugoj. I sad malo pre su otišli, čak i hitna je bila. Én nem megyek az erdőbe, mert félek tőlük, de hogy most miért, nem tudom, tényleg nem tudom. Kik hordják őket ide? Sok a taxis? Igen. Rengeteg taximén. Ebbe az utcába is, még a miénkbe, a Topcsidérszkába. Szóval mind a két utcába rengetegen mennek. Állítólag ők hordják nekik az ennivalót is, meg a vizet is. Meg van 3-4 motros is, szerintem azok is, mert van ilyen háti zsákuk hátul, és azok is viszik. Némi szüjedna. Én pár kimám ide szólni, hogy se da idu, do su mekázom, ne szüve mondjici nikde, do kima nyíló, de ne szmes. Az illegális migránstáborok felkutatását az egész szabadkamenti határövezetre kiterjesztette a rendőrség.